A Mi Hazánk mozgalom elveiből következően kiáll minden magyar munkavállaló mellett, és lehetőségeihez mérten igyekszik is nekik segíteni. Most a Volánbusz dolgozói mellett kell kiállnunk, és róluk kell beszélnünk, hiszen rendkívül fontos munkát végeznek, hogyha ők nem dolgoznának, akkor gyakorlatilag összeomlana a tömegközlekedés, amely igen súlyosan érintené az országot. A baj ott kezdődik, hogy azt kell tapasztalnunk, hogy semmilyen tekintetben nincsenek megbecsülve, ezért nem csoda, hogy azt halljuk a hírekben, hogy a mozdonyvezetők után már ők is szervezkednek, és október 10-én 10 órai kezdettel vonulásos tüntetést fognak tartani a MÁV ZRT és a Volánbusz ZRT székháza előtt. Az esemény mögött a második legnagyobb szakszervezet, a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet áll, és az a célkitűzésük, hogy idén plusz 10, jövőre pedig plusz 15%-os béremelést adjanak nekik. A Mi Hazánk mozgalom tehát szolidaritásáról biztosítja őket, és támogatjuk ezt a béremelési javaslatot. És még mielőtt valaki félreértené, itt nem rátelepedésről van szó, tehát a tüntetésüket teljes mértékben tiszteletben tartjuk, és úgy és ott segítünk nekik, ahogy ők azt kérik, vagy ahogy arra nekik szükségük van, mert ellentétben a globalista, balliberális ellenzéki pártokkal, akik felforgatásban érdekeltek, és valójában lényükből fakadóan azt sem tudják, mi az a munkavállalói érdekképviselet, szerintem egyetlen egy magyar dolgozóval nem találkoztak még, tehát velük ellentétben nálunk ez egy teljesen mélyről jövő dolog, egyrészt eszmei, másrészt teljesen természetes, hiszen a mi tagjaink is a munkavállalói társadalomnak a részei, tehát van közöttünk Volánbusz dolgozó, tehát pontosan tudjuk, hogy mi a helyzet, és pontosan tudjuk, hogy mit kell változtatni. Tehát a szakszervezettel egyetemben, még egyszer mondom, támogatjuk a béremelési követeléseiket, és Torockai László, a Mi Hazánk elnöke a tegnapi nap folyamán el is mondta, hogy hogyan lenne erre lehetőség, meg kell adóztatni a digitális óriás cégeket, meg kell adóztatni az oligarchákat, mert ebben a válságos helyzetben az igazságosság elve ezt megköveteli, és ezért igazságot követelünk valamennyi magyar dolgozónak, igazságot követelünk a Volánbusz dolgozóinak is.